Sziasztok! 2024. május 19-e vasárnap. Gondolom ez a pünkös napi felvonulás lehet. Én is így hallottam a dobokat az erkélyről, és itt vonulnak végig előttem. Üdv mindenkinek még egyszer, sziasztok! Vasárnap van, 10:30 körül jár az idő, elvonultak az ünneplők, gondolom ez a pünkös napi kis felvonulás lehetett, nem voltak túl sokan, és jól látjátok, vizes a kosárpálya, volt éjjeles, olyan 3:30 környékén egy kevés, és ma is ilyen felhős idő van, hidegnek viszont abszolút nem mondhatnám az időt. Tenger felől fújó szél megint van vastagon, nem kell félnünk, hogy ma esetleg kimaradna. És hogy itt a második emeleti lépcsőházi erkélyről nézem, hogy mindig elég felhősek a hegyek. Vasárnap 12:30 van, kijöttem a tengerpartra, összepakoltam egy háti táskába, és elindulok fölfele északnak következő település irányában a tengerpartnál, Vraszna, Neavraszna és Aszprovalta fele, mint sétálunk egyet. Közben pedig így félszemmel betekintek ide-oda, hát ha van valahol egy jó kerékpár kölcsönző. Ez, ami itt volt egy házzal arrébb, úgy néz ki, ezzel nem fog összejönni sajnos az üzlet. Az a kerékpár, amit felajánlott, az nem volt használható, funkcionálisan számomra nem volt jó. A szezon első hetében tényleg még nem indult be az élet. Itt-ott áll a fű, lesincs ugye nyírva. Ezek a beach bárok nem üzemelnek, nincsenek kint a napernyők sem. De egyébként ez lenne az a sétány, gondolom, amin itt a turisták zöme szokott haladni. Ezért mutatom, ahonnan jöttem. Háttérben ott van Stavros, és ott az a templom utca, amin elmentünk föl, egészen a felső szentélyi kápolnáig. Videón nem lehet látni, de majd jelölöm a helyet. Tehát itt voltunk. És igazából nincsenek olyan nagy távolságok, ahogy olvastam, innen Vraszna 2,5 kilométer, Neavraszna 4 kilométer körül van, és Aszprovalta pedig Stavrosztól 6 kilométerre van, tehát ezt még gyalog is kényelmesen. De azért én tettem be esernyőt, hiszen a hegyek fölött ott vannak a felhők, és elég párás most is a levegő. Ez a része mondjuk már nem szemetes, itt lehetne sétálni bent a füvenyen, mezitláb. De mivel a parton kint azért van hulladék meg szemét, ezért én csak egy ilyen tengerjáró cipőben javasolnám. Ebből az irányból érkeztem, ugye ez Stavros,
És itt már azért kicsit rendezettebb a part. Apró, kavicsos, homokos, de pár szemét azért ide is betorlódott. Van egy kőhalom, épp a srác pecázik. És itt van a kis kőrakás nyelv másik fele. Már vraszna lehet. Itt pedig van egy kis befolyó, valami patak csörgedez bele a tengerbe. Megérkeztem a szomszéd településre, Vrasznára, és majd itt is meg fogom nézni, milyen a part, lecsekkolom, mennyire szemetes, de mellettem van egy tó, ezt még itt mutatom. Elvileg ez itt mellettem egy kijelölt strandhely, ütött kopott kabinnal, öltözővel, meg egy zuhannyal. És megnézzük, milyen a partja. Ez már erősebben kavicsos. Itt ott azért van szemét is, ilyen kötéldarab, eldobált pohár. A főszezonra valószínűleg összeszedik majd ezeket. Erősebben kavicsos itt már ezen a részen Vrasznának a tengerpartja. Következő zuhany résznél vagyok, és egy partcsekkolás. Innen látom már, hogy szemetek vannak, jobbra-balra eldobálva, kisodorva. Szemetes ez a part is. De nyugtasson meg már valaki, hogy főszezonban ezt összeszedik, ugye? Nagyon szomorú lennék, ha nem. Homokos, kavicsos part szintén. De egy tengerjáró cipővel nagyon lazán lehetne itt végig gyalogolni. Szép tágas hely ez a Neavraszna is, szintén itt a partja. Az ellen nézek a megszokás kedvéért, sok mindenre nem számítok. Ebből az irányból érkeztem, távolban látszik még Stavros is. Szóval semmi meglepetés, erre számítottam, itt is szemetes a part. És nyilván annyira nem esztétikus, aki nem ehhez van szokva, az meglepődik, de ettől függetlenül fürdésre tenger tökéletesen alkalmas. Sincs nálam fürdőnadrág, most nem húztam föl, de tervezem a napokban, hogy lemegyek én is a partra, illetve a tengerbe. Majd próbálok egy olyan tengerparti részt választani, ahol kevesebb a szemét. Nézzetek, mit találtam ezen az oszlopon. Forró nyomon vagyok. Karuszel, bike rental. Na ezt megkeresem itt. Hát a szerencsések leszünk. Ez még mindig Neavraszna. Koktélok. Egyelőre nincs vendég. És itt vannak az ár itallapok. Cappuccino, 3 euró, csokoládé és espresso, itt vannak a kávék. Ezen a területen, ahol a napernyők fekszenek, nincs szemét, teljesen tiszta, és megnézem előtte. És igen, meg van tisztítva a part. Ezen a szakaszon, közvetlenül itt a napernyőknél nem lát szemetet sehol. Tisztaság van. Na hát így kéne ezt így végig. De igazából itt is egyre kevesebb már a szemét. Eljöttem a tenger mellől, mutassam ennek az apartmannak az alját. Milyen szép növények vannak itt végig. Olajfa. És láttatok ti már leánderfát? Ez a leándernek a törzse. Nézzétek meg.
van, Leander. Hihetetlen, nem mai lehet. Itt is nagy élet lehet nyáron, igazi nyüzsgés. Befelé is egy utca. Mutatom a pizza árakat. 24-es pizza az 9 euró. A normális 30 cent és az 13 euró. És így tovább. Nem mutatnám, hogy nem szép ez a hely. Egy kicsit mindjárt más. Tehát ez még mindig Neavrasznál, megkérdeztem a helyiektől. Kezd most már kicsit alakulni a kép. Megnézzük ezt az Amos Beach-et. Na ez már mindjárt más, nem igaz? Apró kavics. Inkább ez a jellemző, mint homok itt. De szép tiszta ez a partszakasz. Innen már érzékelhetően más a helyzet. Nagyon bízom benne, hogy mivel itt már megy a szezon, a kerékpár kölcsönző is üzemelni fog. Milyen szabad part van itt. Itt vannak a lakókocsisok. Úgy látszik, ide le lehet jönni vadkempingezni. Megérkeztem Aszprováltára. Előttem Neavraszna, Vraszna, illetve ott Stavros. Itt is kint vannak már a napernyők, napágyak. Beindult itt a szezon, igen. De ez is itt a szezon eleje. És hogy halljátok, itt már van nyüzsgés a javából. Beindult az élet. Ez pedig a tenger iránya. Elvileg megérkeztem. Karusszel. Itt vannak a biciklik. Aszprováltán vagyok, ebből az irányból jöttem. Neavrasznáról, szemben a tenger, itt is van egy ATM, ezen a főtéren, és ami érdekes, az a hátam mögött van, ugyanis itt van a kerékpár kölcsönző. Karusszel, és meg is van már a bringa, sikerült megalkudnom, itt áll az út közepén, hölgy adta, 15 euró lenne egy napra, én viszont 5,5 napra, 50 euróban meg tudtam vele egyezni. Ez az a bicikli, amire azt mondom, hogy rendben van. Számzárat kaptam hozzá, és erre fel tudom majd szerelni az otthonról hozott visszapillantót, lámpát, kulacstartót. Ő a kölcsönző, őt keressétek. Köszönöm a segítséget, thanks for your help. Ó, oké, I see. Tehát itt van az üzlethelység, közvetlenül a sarkon, de a partról jövet is megtaláljátok. Igen. Carousel. Rent bikes and baby cars. Na akkor bringára fel, és indulhatunk vissza Stavrosba. Ó, így mindjárt más, sokkal könnyebb, minden sokkal könnyebb. Kérdeztem, vastag kerekű igaz a gép, de defektvédelmes, azt mondták, én azért vigyázni fogok rá, nehogy valami gond legyen vele. Meg kell, hogy mondjam, nagyon örülök ennek a kerékpárnak, hogy mégis összejött egy kölcsönzés, és nem is akármilyen bringa.
Kipróbáltam, följebb húztam most már az ülést is, tényleg nagyon kényelmes, elől teleszkóp, ugye mondtam, hogy tárcsafékek vannak rajta, jó kitámasztó sztender, a pedál nem hibás, kormány nincsen leharcolva, a váltók jól működnek, az ülés megfelelően van beállítva, már mint a dőlésszögre gondolok, 28-as kerekek vannak és aluvázas gép, 24 sebességgel, Shimano váltókkal. Azért örülök, hála Istennek, hogy sikerült megfelelő bringát találni. Tényleg gondba lettem volna nélküle. Kényelmes is, jók a markolatok, pont méret. Érkezek vissza Neavresnára. Azért kerékpárral mindjárt más. Nincsenek távolságok. Nem szél. Várja a vendégeket. Most már visszatértem Vrasznára. Ne kérdezzétek, hogy ez melyik, a Neavraszna, vagy csak a sima Vraszna. Sima Vraszna van közelebb Stavroshoz, és távolban már ott vannak Stavrosnak a házai. Így egyébként nagyon festői, ha megnézem, ahogy fölnyúlnak a hegyre a házak. Tehát itt haladok végig, egészen Stavrosz irányában, és ott van Stavrosz. És azt hiszem most is igazolódott az a törvény, hogy minél nyüzsgősebb, minél frekventáltabb helyre mész, annál jobb kölcsönzési lehetőségek vannak, annál jobb minőségű gépek. Épp a tengerparton haladok, előttem már Stavrosz van, és itt van ez a kis kápolna a fák között, ezt megnézem közelebbről is. Letettem a bringát ide a kápolna elé. Benézek, látjátok a szél erejét, lobogám a zászló. Egy kis udvar fogad. És itt a szentély. Csörtessék! Ez a szél egyre viharosabb, komolyan mondom. Visszaértem Stavroszba, adok egy elsőbséget, sotk, nem jön semmi, nagyon szép ez az apartman is. Gyönyörűek a hegyek a háttérben, öröm nézni őket, ez mindig szép, tengerpart, hegyek együtt, nagyon jó ez a kombináció. Kerékpárt azt itt fogom majd tárolni, ez a pavilonhoz fogom majd kötni, és most mutatom üresen. És egy pár dolog, amit hoztam, közben a cicák itt jönnek-mennek. Vannak visszapillantók, kulacstartók, ez is egy ilyen kulacstartóféle, úgyhogy van választék.
Elkészültem a bringával, fölraktam rá pár otthonról hozott kiegészítőt, kapott egy kulacstartót ide, fölcsavaroztam, egyet a kormányra rögzítettem, hoztam egy ilyen tépőzárasat is, kapott egy kormánytáskát előre, és a megszokott visszapillantót. Este nagyjából 6:30 van, kijöttem bringával a partra. A fürdést nem is tervezek, de egy kis víztapicskolást azért igen. Még mindig erősen fúj a szél, körülbelül lehet egy ilyen 22-23 fok, nem több. Azért a hídon itt átmegyek, talán mögötte nem annyira szemetes a part. Azért a tengerparti szemétnek is megvan az előnye. Letettem a bringát, erősen fúj a szél szemből a tengerről, és jöhet egy kis víztapicskolás, és magamon hagyom ezeket a pacskereket. A szokás szerint. Elsőre mindig hideg. De itt legalább nincs szemét. Na mondjuk erre sem annyira vészes. Itt azért már jobb. Ebből az irányból érkeztem. Stavros. És itt a bringa. Azért mindjárt más kerékpárral kijönni. Sokáig nem maradok. A víz kellemes, nem azért. Ez a folyton fújó, erős, idegesítő szél. Szóval úgy kell lejönni. Rövid gatya, nagy kabát. Háromnegyed-nyolc van. Kitoltam a széllel, fölhúztam a széljackit. Rendeltem egy chicken burger, csirkés hamburger. Tettem rá a gépet, és ki is hozták már a kaját egy kólával. Sasább burgonya, chicken burger, meg hoztak hozzá még egy kis mustárt is. Akkor jó étvágyat! €9 volt, 7,50 volt a chicken burger, és 1,50 volt a kóla, és itt vannak a további menük még. Jó hely volt. Na hát akkor megyünk tovább. Milyen szép az ég, színe a hegyek fölött, kicsit felhős, párás. Hát hiába már 9 óra, jócskán lement a nap. És mivel egyre kevesebb a fény, lassan el is kell búcsúznom tőletek. Ennek a résznek itt lett a vége. Közben szurkolnak a foci meccsen a nézők. Össznépi foci meccs szurkolás van. És Istenek hála, hogy sikerült ezt a kerékpárt kölcsönöznöm. Megért érte elmenni Aszprovaltára. Na, hát akkor nem is szaporítom a szót, mára elbúcsózok, köszi, aki velem tartott és drukkolt, hogy legyen bringa, íme, és akkor találkozunk legközelebb, ami holnap lesz. Ciao mindenkinek, sziasztok!